Az új BTK-hoz fűzött fideszes javaslat kiterjeszteni a jogos védelem határait. Azért jöttünk ide, hogy önvédelmi technikákat tanuljunk. Az a legjobb védekezés, hogyha nem vagy ott. Minden egyes önvédelmi technika kizárólag azért működik, mert időt nyerünk vele ahhoz, hogy elmeneküljünk, és azonnal kérjünk segítséget. A legalapvetőbb fogásokat körülbelül egy olyan 2-3 hónap rendszeres gyakorlás után lehet már elsajátítani. Először mit tanulunk meg? Egy teljesen alap csuklófogásból szabadulást. Nem valószínű, hogy a csuklófogással fog kezdeni egy támadó, viszont innen tudunk tovább menni a ruhafogásra, az átkarolásra. Tehát először is bármilyen erősen fogja a csuklót, abban a pillanatban, ahogy megfogta, megfogod, befelé fordítod, hüvelykujj párnába beteszed a kezed, lehúzod, közben elfordítod azt a kezedet, szorítsd, amelyiket megtámadták, ezt innen kihúzod, közben már tekered, a másik kéz pedig rásegít, és abban a pillanatban, ha nem akarja, hogy eltörjön a csuklója, akkor le fog menni a földre. Tehát jön egy morcon a támadó, megfogja, befelé magad felé fordítod, igen, innen hüvelykujj párnába betámaszt, nem oda, ide. Ide. Igen, ez közben fordít, kivesz, ez fordít, és ez pedig rásegít. Így kezdtem. És mehet. Ez konkrétan működik. A következő lépés az az, hogy a torok, illetve itt ez az alsó rész, ez nagyon-nagyon érzékeny. Itt alulról fölfelé a szem, az orr cimpa, a száj. A szemgödörbe nyúlunk, akár így is ráfoghatunk, és akkor így befelé, minél közelebb az orrnyerekhez, innen belülről. Ugyanis, hogyha a szemgolyóra fogunk rá, az elcsúszik jobbra-balra. Ne féljünk benyomni a kezünket, mert az nagyon sokat gyengít a fogáson. És igenis, tegyük bele rendesen. Ide csak, földzón, és ide levisz a földre, ez is jó. Hopp, csap szét oldalt, de levet. Most megint akarod nagyot csapni, nem, igen. Csak igen, ez, nem, ezzel, igen, másik, igen, ez föl, és hátra le. Ennyi. Nagy erekűslaj! Tipikus táska lopási technika, hogy a táskával rendelkező mögött megy, és elkapja a táskát és lerántja. Abban a pillanatban, ahogy a támadó elkapja és el akar vele rohanni, abban a pillanatban visszahúzod a táskát, és már is azzal a lábbal egy egyenes rugás, igen, jöhet egy rugás. Bam! És most lássuk, mire megy Csilla az ádász bűnöző ellen. Én vagyok az ádász bűnöző. Ezek a technikák komoly sérülést tudnak okozni, akár a nyaki gerinc csigolyákon, tehát bármi lehet, még akár sajnos halál is.